Dunaparti projektekről beszélgetünk, hát ilyenkor nyáron azért mindenki a víz mellé szeretne menni, víz mellett szeretné tölteni a szabad idejét. Vendégem itt a stúdióban a Város és Folyó Egyesület alapítója Tömör Miklós. Szia, jó reggelt! Jó reggelt! Igen, vannak szerencsések, akik mondjuk a Balatonparton, vagy a Velencei tó mellett, vagy egyéb folyó, vagy vízpart mellett tölthették a hétvégéjüket. Mi a helyzet a fővárossal, mi a helyzet a fővárosiakkal? Azért itt van egy gyönyörű Dunánk, mennyire használjuk ki? Igen, szerencsére itt van ez a folyó, kevéssé használjuk, még ahhoz képest amennyire lehetne, de nagyon-nagyon sok jó hely van a Dunaparton. Elég csak a római partra gondolni, ahol végig egy gyönyörű fásligetes partszakasz van, és most már egyre inkább fejlődik a vendéglátás, fejlődnek a partok is, illetve most pont a római kapcsán merült fel, hogy az egyik híres vendéglátó egy tulajdon már a túloldalon, és nyitott a Népszigeten. A Népsziget is kezd talán hamarosan felértékelődni, ott is egy nagyon jó part alakul ki. Most újul meg a Margit-sziget, szóval a szigetek már úgy, ahogy elindultak, és a Dunapartok is kezdenek fejlődni. Kisebb-nagyobb lépésekkel, de az emberek fejében már ez benne van, hogy a Dunapartra érdemes lemenni, vagy érdemes használni, és talán elkezdődik a város részéről is egy fejlesztési folyamat, amikor megújulhatnak a Dunapartok, és érinthetővé válik a Duna víze a belvárosban is. Itt az előbb Angelikával a szemét kérdésről beszélgettünk, hogy a Gellért hegyen talán havonta össze lehet szedni több zsák szemetet. A Dunapart mennyire tiszta, mennyire vigyázunk rá? Hát, amennyire a közterek tiszták, azért a Dunapart annyira tiszta, sőt, talán még tisztább, mert kevesebben járnak oda. A szemetet az emberek generálják, minél több a látogató, óhatatlan, hogy annál nagyobb a szemét is, és erre is figyelmet kell fordítani, hogyha kukák lesznek kitéve, tudják használni az emberek. Az emberekben benne van az a vágy, hogy ők szeretnék kidobni, de hogyha nem tudják megtenni, akkor ott hagyják sajnos. Illetve a Dunaparton még van egy olyan a szemét kérdéshez kapcsolódó, hogy a Duna is hoz szemetet, amikor feljebb van a víz, akkor északról behozza más honnan a uszadékfákat, szemeteket, strandpapucsokat, és vannak ilyen jó kis talált tárgyak, de ugyanakkor van közte például üzenet a palackpostában is, és akkor találunk a szemét közt érdekes dolgokat. Volt már egy példa, hogy palackpostát találtál? Volt már példa, hogy palackpostát találtál. Mi volt annak az üzenete, vagy milyen nyelven szólt az üzenete? Ez németül volt, azt hiszem. Németül volt, amit találtunk, és az volt, hogy élvezd a Dunapartot, hogy valami hasonló, de nagyon hosszan megfogalmazva egy levélben. De akkor kedves üzenet volt. Milyen helyzet a vízminőséggel? Mennyire lehet mondjuk itt a budapesti szakaszon mondjuk akár fürdeni? Azt tudom, hogy Szentendre környékén ismerőseim ott bátran belemennek a Dunába. Igen, északon még Budapest felett lehet fürdeni. Budapesten is lehetne, már nem megy semmilyen szennyvíz a Dunában. Idén készült el pont a vizes EB-hez vagy VB-hez kapcsolódóan a Margit-sziget csatornázása. Ez volt az utolsó olyan terület, ahol még beleengedtek szennyvizet a Dunába. Ez most már nincs, sehol nem engednek bele szennyvizet. Két dolog van, ami miatt nem nagyon lehet fürdeni, ez a hajók. Nagyon nagy a hajóforgalom, és ez veszélyessé teszi. Illetve a partszakaszok sem engedik meg, szóval ez a kibetonozott rész. A római part például teljesen alkalmas lenne, mert az északon is van, kevés a hajóforgalom, illetve a part is egy ilyen nagyon jó fövegyes szakasz. Akkor strandok egyenlőre még nincsenek, ám a kávézók, ezek a kis partmenti egységek, ezek működnek. Én úgy veszem észre, hogy ezek nagyon népszerűek. Mi a helyzet mondjuk a fővárosi szakasszal? Mikor a korábbi beszélgetésünkben említetted a korzókat, hogy még itt a városon, a belvárosban nem igen használjuk ki a Dunapart szakaszát. Igen, a belvárosban egyelőre még nem annyira indult be ez a dolog, de ezért nagyon-nagyon fejlődik. Szóval erre van egy akarat a fővárostól is, van egy akarat a kormányzattól is, most megújult a parlament és a Dagály-strand közötti szakasz, jövőre reményeink szerint elkezdődik a parlament és a Szabadsághíd közötti szakasz felújítása. Ezeknek a minősége, ezek gyerekbetegségekkel járnak, mint minden városfejlesztési projekt, nem sikerült teljesen tökéletesre ez a Dagály közti szakasz, de
meg fogjuk javítani, meg fogja majd a kormány javítani, vagy a főváros, és akkor jobb lesz valamiben. Én sem jártam ezen a szakaszon, itt a Dagály és a parlament közötti részen. Ezt hogyan alakították ki? Milyen egységeket helyeztek el ezen a itt részen? Itt lett egy kb. 6 méter széles sétány, ami ahhoz képest, hogy milyen széles az út, vagy ez az egész űrszelvény, ahhoz képest ez nagyon kevés. Itt parkolókat alakítottak is ilyen halszálkás rendszerben, ami szintén nagyon sok helyet elfoglal. Egy kicsit szóval a sétány jellegét nem erősíti ennek a szakasznak, kevés a növényzet, de ugyanakkor elindult egy folyamat. Szóval ez egy ilyen első lépés, nem tudunk. Szóval, hogyha kerékpáros hasonlattal élhetek, akkor szóval nem lehetünk egyből Amsterdam, el kell tenni egy 30 évnek, hogy ez egy, talán nem 30 évnek, talán kicsit felgyorsíthatjuk ezt a folyamatot, de egy 10-15 évnek ahhoz, hogy ez egy jó helyé váljon. Mit gondolsz, ez az idei vizes világbajnokság, ez segít mondjuk itt a Dunának a jobb kihasználásában? Mert ugye a verseny helyszíneket nagyon közel rakták a Dunaparthoz. A Batthyány téren, ha jól tudom, akkor úgy tűnik majd, mintha a Dunába ugranának a Igen. versenyzők. Egy ugrótorony készül a Batthyány térre, és igen, valamelyest ez segít. Ez egy nagyon-nagyon átgondolt koncepció volt, amikor még úgy volt, hogy 2021-ben lesz ez a világbajnokság. És azáltal, hogy ez előbbre került, most 4 évvel, ez a 4 év azért nagyon érezhető ebben a projektben, hogy ez a 4 év hiánya egy kicsit kapkodósra sikerült, de mindenképpen előrelépés. És hát nagyon sokat kampányoltatok a Szabadsághídnak a megnyitásáért, vagy úgymond a lezárásáért. Tavaly ugye egy felújítás miatt a gyalogosok, a jógázók, a bográcsozók birtokukba vehették ezt a hidat, és hát idén is végül is elértétek ezt, hogy újra a gyalogosoké lehessen a híd. Mikor lesz lezárva? Szerencsére a főváros támogatta ezt a projektet, amit így elkezdtünk, amit így próbáltunk létrehozni, és idén 4 hétvégén megnyitjuk a Szabadsághidat a budapestieknek, és az első hétvége az a mostani hétvége, utána a következő hétvége június 24-25-e, majd júliusban nem lesz megnyitás, de augusztusban ismét 2 hétvége, augusztus 4-5 és 12-13-án lesz. Ilyenkor milyen programokkal találkozhatnak a pestiek a Szabadsághídon? Amit oda szerveznek maguk. Persze lesznek programok, lesznek szervezett programok, lesznek koncertek, cirkuszosok, sportprogramok, jogások, mindenféle versenyek, kötélhúzás, szappanbőrök fújás, nagyon sok minden. De azt mondjuk, és azt szeretnénk erősíteni, hogy mindenki szervezzen programot, hozza oda a barátait, akár egy szülinapot, akár egy bográcsolást, na bográcsolást talán nem, de grillezés, tavaly azért voltak grillezések. Volt, de sportprogramok, szóval különböző ilyen koncerteket szerveznek oda kisebb zenekarok maguknak, bármit, amit köztéren lehet. Ez egy köztér, szeretnénk, ha ez egy köztér lenne, megőrizni köztér jellegét, és 3 szabály van, nem lehet árusítani a hidon, nem lehet reklámozni a hidon, és nem lehet belépőt szedni a hidon, ezen kívül bármit, amit egy köztéren meg lehet tenni. Reméljük, akkor ki is használják majd a budapestiek a Szabadsághidat, ebből mondjuk elképzelhető, hogy rendszer lesz, hogy ahogy mondjuk tavaly, idén, reméljük, hogy jövőre is akkor lesznek szabad hétvégék? Nagyon szeretnénk, hogyha ez folytatódna, nagyon szeretnénk, hogyha ez tudna működni, és a Szabadsághíd hétvégenként egyelőre egy gyalogos híddá tudná válni. Egy kicsit talán sok, vagy most úgy érezzük, hogy ez egy ilyen buli híd. Mi nem szeretnénk, hogyha ez buli híddá válna, azt szeretnénk, hogyha ez egy gyalogos híd lenne, amin a villamos is tud közlekedni, mert a villamosforgalom nagyon fontos ezen a hídon. Ez az egy, ami miatt egy kicsit most még gondolkodunk, agyalunk, hogy hogyan lehetne a villamos, hogyan maradhatna itt hétvégén is, mert most
kicsit ilyen bulizós anyaghoz zavar valóban a villamos, de a jövőben szeretnénk, ha villamos is közlekedne, és ez egy gyalogos híddá tudná válni villamossal. Úgy legyen, köszönöm szépen Miklós, hogy itt voltál velünk, és akkor további jó munkát, jó Dunapartizást kívánunk neked. Köszönjük szépen.